Június 15-től, azaz hétfőtől a járóbeteg és az alapellátás esetében is időkorlátozás nélkül újraindulhatnak az ellátások, tehát megszűnik az óránként legfeljebb 4 beteget előíró korlátozó rendelet, jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte, ez a kórházak esetében azt jelenti, hogy a koronavírus fertőzöttek ellátására korábban elkülönített ágyak 80%-át újra az egyéb gyógyítás szolgálatába lehet állítani, 20%-ot azonban továbbra is a COVID-betegek ellátására kell fenntartani. A miniszter hozzátette, az egészségügyi dolgozók akkor utazhatnak külföldre, ugyanúgy, mint a többi magyar állampolgár, ha a parlament feloldja az egészségügyi veszélyhelyzetet. Csak kérdezném a szakembereket, hogy Kásler Miklósnak ezzel a levelével, amit most a kezembe tartok, ezzel még egy erős probléma, tehát amiben lehetővé tette mindazt, amiről a film szólt. Én nem tudok róla. Ebben van egy pont, ami nagyon érdekes, és amit nem hangsúlyoztak, tudtom, mert ez pedig a hármas. Kérem, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az elhalasztott ellátások, hát ugye erről sokat beszélgettünk, a betegek számára biztonságosan hozzáférhetőek legyenek. Az elhalasztott betegellátások mielőbbi pótlása érdekében 2020. szeptember 30-áig valamennyi egészségügyi szolgáltató a járóbeteg szakellátás keretében részére engedélyezett szakmák vonatkozásában az engedélyben szereplő közfinanszírozott heti óraszámon felül óraszám korlátozás nélkül nyújthat egészségügyi ellátást. Ez rendben van, ezt kell csinálni. Ez valójában annak a ledolgozására van, ami menet közben felhalmozódik. Ami egyébként emberileg is, meg praktikusan is teljesen indokolt, hiszen a szakrendelők jelentős része nem működött, az ott dolgozó emberek nem dolgoztak, megkapták a fizetésüket, de nem dolgoztak, és most egy kicsit föltegedik. Valójában a volumenkorlátnak a feloldása, nem? A finanszírozás az egy másik kérdés, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, arra most nem emlékszem, hogy ez a levél arra kitért volna, de az biztos, hogy nagyon sok olyan elmaradt ellátandó van, akit most be lehet pótolni. Ez rendben van. Elmérhető a mértéke? Nem. Nem, mert nagyon sok esetben valószínűleg a félelem működni fog, tehát azok az emberek, akik korábban egy egészségügyi ellátást igénybe vettek volna, egy fülészhez elmentek volna, most még nem mernek elmenni. Tehát hiába... Ideig? Hát szerintem ez egy hónapig, két hónapig. Miért nem mernek elmenni? Hát miért nem mennek? Azért, mert az előző hónapok során keletkezett pánik az emberekben mélyen belegyökerezett. Ati, volt pánik? Hogy mit? Hogy volt-e pánik? Volt pánik? Volt, szerintem volt. Az én köreimben volt nagyon erős szorongás, nem azt mondom, hogy pánik, de hogy tartva volt a vírustól, az biztos. Én is tartottam tőle. És az is valószínű, amit a Péter mond, hogy ennek lassú oldódása van a tekintetben, hogy akarok-e beülni egy rendelőbe és kivárni a soromat. Ugyanakkor viszont elképesztően gyorsan regenerálódtunk pszichésen, és dőltünk bele az utcai mindenfélékbe. Volt, ugye azt mondta, hogy nem lesz mindjárt lerohanás. Az, ami volt, vagy ami van, ugye minden választás után bárki nyer, bárki veszít, a politikusok a nép bölcsességéről beszélnek. Az, hogy a nép képes volt visszafogni magát, miközben egyébként itt rajtam kívül azért még nagyon sok hipohonder van, azt te minek tudod be? Tehát, hogy az emberek képesek voltak nem egészségügyi ellátás nélkül élni, és közben nem haltak meg nagyobb számban, sőt, álltak kisebb számban, mint ebben az időszakban. Pontosan nem tudom, de ebben biztos szerepe volt a médiának. Látták a külföldön érkező információkat, és egy adag fegyelmezettség. Hála jó Istennek, ez a társadalom fegyelmezetten állt ehhez az ügyhöz. Most akkor, ha nagy volt a baj, akkor is, ha kicsi volt a baj, akkor is. Tehát több volt bennük a félelem esetleg, mint a valóságtartalom, de ez teljesen alkalmas volt arra, hogy nem fegyelmezetlenkedtek, fölvették a maszkot, tartották a távolságot, nem mentek olyan helyekre, ahol veszélyeztetettség volt. Jó volt a média ebből a szempontból, Magyarországon is, és a külföldi hatásokat érvényesíteni lehetett. Emlékeztek, a legelején volt a sztorik legelején, amikor Olaszországban kitört iszonyú erőkkel a betegség. Volt egy egészségügyi dolgozó, egy olasz, aki teljesen kiborulva mondta el azt, amiből én a neten láttam egy bejátszást, hogy ő nem akarja eldönteni, hogy ki marad életbe, és ki nem, és el kell dönteni. És az olyan hatással volt, hogy szerintem aki ezt látta, az onnantól kezdve nem győzött kezet mosni, és bedugni a fejét a maszkba, és a sütőbe. Ez nagyon súlyos, nem csak etikailag, ez jogilag is nagyon súlyos, mert övé a felelősség.
ha akarjuk, ha nem. Oké, de ez legyen az olasz civil a pályának a dolga. Nem, ezt azonnal magamra vetítettem. Én ezt értem. Hát, hogyha én vagyok az, aki öregebb vagyok, és rosszabbak az esélyeim, hát nekem pillanatig se az olaszok iránti részvét dolgozott bennem. De azért... De hogy előjöhetett ez a helyzet? Előjöhetett volna. Jól mondja, Kati. Értem, de nem jött elő. Éppen ezért kérdezem, hogy vajon az az arány, amit most a miniszter létrehozott, a 80-20, tehát hogy 20%-ot tartanak fenn a covidosok számára, a szakmailag mennyire tűnik indokoltnak? Szerintem sokkal több üres ágy marad, mint 20%, mert eddig is voltak üres ágyak. És igazándiból igazad van, emberek fegyelmezettsége az persze fontos. De azért az is fontos, hogy összességében a magyar társadalom, a magyar gazdaság olyan tartalékokkal rendelkezik, amit az emberek fel sem mértek. Csak két példa, ugye hát az egyik az ágyak, hogy kiderült, hogy mennyi ágy van. De a másik, amikor elkezdődött a felvásárlási pánik az elején, kiderült, hogy ezt bőven győzik a szupermarketek. Nem tűnt el semmi. Azért emlékezzünk vissza, itt idősebbek is vagyunk, ugye, amikor a szocializmus idején egy szombat vasárnapra nem lehetett, vagy egy háromnapos ünnepre a kenyérellátást nem lehetett megoldani. Minden volt. Tehát az a mire bizonyíték? Semmi. Úgy működik a magyar gazdaság, a magyar egészségügy, hogy iszonyatos tartalékok vannak a rendszerben, és ezért a dolog működik. Tehát az embereket akkor is ellátták, szóba nem jött egy olasz helyzet, minden bőven mindenkit ellátta. Hatott rájuk az a tapasztalás. Persze, hatott rájuk, de igazából a rendszernek voltak óriási tartalékai, és hogyha valaki leesett a cseresznyefáról, és nem covidos volt, akkor is ellátták, mert a rendszer működött. Szóval a nagy tartalékok számítanak. Oké, rendben van, én még emlékszem a korábbi műsorokra, mert az még nem volt annyira messze, és az életkorom még lehetővé teszi, és te is itt voltál, most akkor ott tartunk-e, hogy minden szép, minden jó, mindennel meg vagyunk, és meg is voltunk elégedve, mert azért némi púderrel kezdünk viszonyulni a múlt arcához. Én azt gondolom, hogy most egy nagyon-nagyon fontos időszak érkezik el, ami arról szól, hogy végig kell gondolni, hogy mi történt, hogy nyilván ennek van egy tudományos része, amelyikkel kapcsolatban nagyon-nagyon sok kétség merül fel, vagy kérdés, hogy tulajdonképpen ez a vírus hogy viselkedett, meg miért az történt, ami. A másik oldalon pedig most így utólag végig lehet gondolni, hogy minden olyan döntés, határozat, cselekmény az a helyén való volt-e máskor következő helyzetben, mert nagy valószínűséggel lesz következő helyzet. Most nem arra gondolok, hogy ősszel, de úgy az elkövetkező pár esztendőben valamilyen hasonló víruspandémia előfordulhat, akkor már lesz valami elképzelésünk és rutinunk. Egy mondat erejéig visszatérnék az előző kérdésre. Egy nagyon érdekes hongkongi közleményt olvastam a közelmúltban, amely arról szól, hogy a szívelhalásra járó szívinfarktusoknak a száma az 20%-ára csökkent le ebben az időszakban a korábbi arányokhoz képest. Ez ugye azt jelenti, hogy valami miatt az embereknek a 4/5 elfelejtett infarktust kapni ebben a periódusban. Most ez vagy azért, mert nem ment el a munkahelyére, és gyakorlatilag csökkent a stressz, vagy azért, mert nem ment fölöslegesen egészségügyi intézményekbe, és gyakorlatilag azok a bizonyos hipohonder tünetek kapcsán, amit itt az előbb említettél, nem jelent meg, és nem csináltak neki egy csomó felesleges vizsgálatot, illetve az összes többi variáció az még most ebben a pillanatban nem ismert, de mindenféleképpen ezt is meg kell nézni, hogy mi történt. Nagyon sok. Az, hogy mi történt, köszönöm, hogy ezt elmondtad, de maradjunk abban, hogy mi történik. Falus András akadémikus nálam felhívást tett közzé, hogy milyen mértékben kellene szerint egyrészt egységesíteni a tesztelést, másrészt nagy számban művelni őket. Ennek te mennyiben látod az indokoltságát, mennyire tesztelnek most, és mennyire fontos ez, vagy fontos talán? Folyamatosan azon dolgozunk, mi a saját laborunkban is, meg az összes magyar laboratórium, hogy egyre nagyobb kapacitással álljunk rendelkezésre, hogy meg tudjuk csinálni a teszteket. Hát igény is van rá, meg van egy tudományos érdeklődés, amely gyakorlatilag azt a bizonyos tizenvalahány ezres tesztelést szeretnék újra megismételni, esetleg egy nagyobb számban, és így tovább. Ennek folyamatosan van erre egy igény. Másrészt pedig eljöhet egy pillanat, amikor egy teljesen másik vírus kapcsán ugyanezt a történetet újra elő kell adni. Magát a kapacitásokat úgy kell karbantartani, és úgy kell felépíteni, hogy bármikor alkalmasak legyenek ennél nagyobb számú tesztelés elvégzésére. Miért most már mindig így lesz? Hát már ugye 10 évvel, 10-valahány évvel ezelőtt a H1N1 idejében is azon pánikoltunk így a laboron belül,
hogy nem, ha véletlenül kitörne ténylegesen egy valódi vírusjárvány, nem tudnánk megmondani, hogy hány fertőzött van, mert gyakorlatilag eszközhiányban szenvedtünk. Azóta a gépeink jobbak lettek, tehát az ellátásunk tehát jobban működünk, de még mindig messze vagyunk kapacitás tekintetében az igénytől. Szabad ebből a jogászszékből egy igen, de egy kérdést is feltennék mindjárt neked. Azt kérdezem, hogy ezzel párhuzamosan van, ami most történik, vajon az orvosigazgatók, a kórházigazgatók is nagyobb engedélyt kapnak, vagy egyáltalán nem nagyobb, egyáltalán kapnak engedélyt, hogy beszéljenek, amiről korábban nem beszélhettek, visszatér-e bármi abból az időszakból, ami korábban volt, vagy egyes az egészségügy normalizálás ezt nem jelenti. Eddig nem arról voltál híres, hogy naív vagy. A világon semmi nem változik ebben. Katonák jönnek, katonák mennek. Parancsokat kapnak, parancsokat osztogatnak. Nem beszélnek. Ez a várható. Mit szeretném volna mondani? Azt szeretem volna mondani, hogy szakmai kérdést szerettem volna föltenni, amelyen szerencsés helyzetben vagyok jogászszékből, dilettánsként. Ha járvány, akkor miért nem a járványkórház működik? Miért kell a meglévő normál kórházakat felosztani? És azt mondani, hogy 60%, 20%, 80%, miért nem viszem el, aki veszélyes máshova, és kezelem ott a szakemberekkel, és miért keverem őket a normál betegekkel? Mm-hmm. Nem nagyon értem. Eddig se értettem. Ez a bizonyos időszak, ami most jön, amikor visszagondolunk és elemezzük azt, hogy mi történt, az nyilván választ fog erre adni, hogy ez egy jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés, valószínűleg nem volt. Ez is egy fajtája ennek a megoldásnak, a másik fajtája, hogy kijelölni gyakorlatilag azokat a különálló kórházakat, amelyek csak ezzel foglalkoznak, amelyek járványkórházak. Vagy így döntünk, vagy úgy. Épült ez ilyen gyógykórház, egy járványkórház. Ez csak üres maradt? Nulla beteg érkezett. És akkor most kiürítem a normákkal, hazaküldöm a rehabilitációra szorult embereket Budakesziről, és azt mondom, hogy most adjátok át a helyeteket. Ez egészen biztosan, egy kicsit határozottabban fogalmaznék, és nem azért, mert én olyan okos vagyok, hanem azért, mert a kórház szövetség elnöke is azt mondta, hogy ez egy súlyos hiba volt. Hát akkor nem kellett volna összefertőzni a magyar kórházak jelentős részét. Nem vagyok egy buta jogász. Nem, nem. Az, egy, nem azt gondolom, ez ilyet elővezetni, hogy összekeverjük de őket. 30 ezer lélegeztető készüléket rendelni is ugyanilyen rossz döntés volt. Tehát azért tudunk egy hosszú listát összeállítani, amelyek mind rossz döntések voltak, és azt gondolom, hogy ezek lényegében mindegyik döntés a miniszterelnök személyes döntése. De mi leszünk majd a nagy exportőrei a lélegeztetőgépeknek a második? Kínába küldjük vissza. Az igen. De most kérdezzük meg az Egyesült Államokban, hogy hajlandók-e Magyarországról használt lélegeztetőkészüléket. Szerintem még nagyon sok van olyan, amit ki se bontottak. Tibort arra kérem, hogy indíts el a második filmünket.